szavatok kívánok mindenkinek! Sok szeretettel köszöntünk mindenkit! Köszönjük, hogy eljöttetek a mi gyermek szombatiskolánkhoz. Én vagyok a Tomi bácsi, és ez a kis angyalkánk és az édes Bibi néni. Énekelj, hogy én kedve jövök szombaton! Drága mennyiatyánk, köszönjük, hogy adtad nekünk a Bibliát, hogy tanulhassunk rólad, a te szeretetedről és a te erődről. Kérünk, hogy segítsed minden gyermekedet, hogy megértse a mai Biblia leckét. Mindezt a Jézus nevébe kérjük. Amen. Amen. Angyalka, melyik évszakba járunk? Nyár van. Nyár van, és nyárkor hova szeretünk menni? A tengerhez. Igen, a tengerhez. Énekeljünk a tengerről. Teremtett Jézus a tengernél. Jézus teremtette a szép halakat, mert ő tudta, hogy te szeretni fogod a halakat. Ezért teremtett szép narancs, sárga halakat, pici halakat, nagy halakat, egy sárga halat, csíkos halakat, pöttyös halakat, minden színű halakat teremtett. Jézus teremtette a piros rákot. A piros rák a tengerparton lakik, és a hátán hordozza a házát. Ez meg ilyen kancsóba lakik a piros rák. Oké, nézzük, mi más teremtett Jézus. Jézus teremtette ilyen fajta állatokat. Ezt hogy hívják? Elfelejtettem. Okay. Jézus teremtette a dolfinokat. A dolfinok mindig úgy néznek ki, mint hogyha boldognak. Boldog volnának. Mindig mosolyognak. Te is szeretsz mosolyogni? Igen. Ja, a teknős béka. Jézus teremtette a teknős békát. A teknős béka szép lassan úszik a tengeren, a tengerbe. Jézus teremtette az tengercsillagot. Mindenfajta szép tengercsillagok teremtett, mert tudta, hogy te szeretni fogod nézni őket. Jézus teremtette a narancssárgát, a kéket, a lilát, mindenfajta tengercsillagot teremtett. Ő szereti a variációt és a színeket,
ugyanúgy, mint te. Oké, mi más szeretünk csinálni nyárkor? Sétálni! Én egy kincs, menjünk májra sétálni. Az a neve, hogy Elizeus segít egy kedves hölgynek. Elizeus Jézus egyik segítője volt. Elizeus sok helyre járt, hogy beszéljen az embereknek Jézusról. Az utazás során gyakran ugyanazon az úton, járt. Egy kedves hölgy és férje lakott ezen az úton. Szerették Jézust, és tudták, hogy Elizeus Jézusnak segítője volt. Amikor Elizeus arra járt, a hölgy mindig behívta, hogy pihenhessen, és adott neki jó, finom ételt. Elizeus gyakran jár ide, mondta a hölgy a férjének. Miért nem csinálunk neki egy külön szobát? Építettek tehát egy szobát, amelyben Elizeus lakott. Mit gondolsz, angyalka, hogy mit tett a hölgy a szobájába? Tett a szobájába, hogy kényelmes legyen a szoba. Nagyon szép és hangulatos volt, és Elizeusnak nagyon tetszett. Elizeus szeretett volna valami szépet tenni a házaspárnak, akik olyan kedvesek voltak vele. Elizeus elküldte a szolgáját Geházit, hogy megkérdezze, mit szeretne a hölgy. Geházi engedelmeskedett, de a hölgy azt mondta, hogy nincs szüksége semmire. Ekkor Geházinak volt egy ötlete. Azt mondta, nincs gyermekük, mondta Geházi. Azt hiszem, hogy szeretne egy kisfiút. Elizeusnak tetszett ez az ötlet. És Elizeus mondta a hölgynek, egy év múlva Jézus ad neked egy kisfiút. És egy év múlva Jézus tényleg adott neki egy kisfiút. És olyan boldogok voltak. A kisfiú nőtt és nőtt. Nézd, milyen boldogok voltak. A kisfiú nőtt és nőtt,
Egy nap elég nagy volt, hogy kimenjen az apukájával a mezőbe, ahogy dolgozott az apukája, ott játszott, nagyon jól érezte magát, és aztán hirtelen nagyon rosszul lett, és az apukája mondta az egyik szolgájának, vidd haza, és a szolga felkapta a karjába, és haza sietett, és odaadta az anyukájának, az anyukája meg az ölébe tartotta, és mindent megtett, hogy jobb legyen, de egyre rosszabb lett. És aztán milyen szomorú dolog történt? Olvassuk a második királyok, 4. fejezet és 20. vers. Azt mondja, ki mikor felvette őt, vivé őt anyához, és az az ölébe tartotta délig, és akkor meghalt. Az anyukája nagyon szomorú volt, de aztán volt egy ötlete. Az anyukája gyorsan a szamára szállt, és amilyen gyorsan csak tudott, lovagolt oda, ahol Elíseus volt. És eléje borult, és sírva mondta, a fiam meghalt. És Elíseus visszament a hölgyel a házába. A kisfiú nagyon mozdulatlanul feküdt Elíseus ágyán. Meghalt, ahogyan az anyukája mondta. Elíseus imádkozni kezdett. Először nem történt semmi, de Elíseus tudta, hogy Jézus életre keltheti a kisfiút. Elíseus folyamatosan imádkozott és imádkozott. És ekkor egy csoda történt. A kisfiú felült és tüsszentett. Igen. A fiú felült és tüsszentett. Hányszor tüsszentett? Egyszer, kétszer, háromszor, négyszer, ötször, hatszor és hétszer tüsszentett. Jézus újra életre keltette a kisfiút. Elíseus mondta a hölgynek, vidd a te fiadat, mondta Elíseus. Az anyukája nagyon boldog volt, az apukája is boldog volt, a szolgák, mindenki nagyon örült, hogy Jézus újra életre keltette a fiút. Szomorú, szomorú világban lakunk. Néha gyermekek meghalnak, akár csak a kisfiú a történetünkben. De jó hír van. Amikor Jézus eljön, felébreszti az ő szerető kisfiúkat és kislányokat, akik meghaltak. Újra kelti életre őket. Ez nem boldoggá tesz téged? Igen, ez nagyon jó hír. Jézus nagyon szeret minket, és neki van ereje újra életre kelteni. Mondjuk most a mi aranyszövegünket. Adatik nektek. Adjatok nektek is adatik. Adatok nektek is adatik. Igen. Lukács 6:38. Adjatok is nektek is adatik. Énekeljük, hogy kitelen tette ezt a világot. Kitelen tette ezt a világot, ezt a világot, ezt a világot. Kitelen tette ezt a világot, az Úr Istenünk. Kitelen tette a két tengert, a két tengert, a két tengert. Kitelen tette a két tengert.
Isten szeret minket. Örülök, hogy Isten szeret minket, szeret minket, szeret minket. Örülök, hogy Isten szeret minket, szeret engem. Örülök, hogy Isten szeret minket, szeret minket, szeret minket. Örülök, hogy Isten szeret minket, szeret engem. Énekeljük, hogy ó, hogy szeretem Jézust! Drága jó atyánk, köszönjük, hogy te nagyon szeretsz minket. Köszönjük, hogy te hamarosan jössz vissza a világunkhoz, és életre fogod kelteni minden egyes gyermekedet, akik meghaltak. Kérjük, hogy segítsél minket, hogy mindig szeressünk téged, és te benned bízunk mindig. Mindezt kérjük Jézus nevébe. Amen. Az osztályunknak vége! Az osztályunknak vége, de jövő héten lát, viszlát, jöhő és kövesse! Az osztályunknak vége, de jövő héten lát, viszlát!